Tavaly karácsonykor az LMP azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a parlament előtt hozzáláncolták magukat a bejárati eszközökhöz. Az elképesztő média vízhang ellenére a zöld pártban kisebb válság keveredett utána, aminek az lett a következménye, hogy lemondott Schiffer András. Pénteken pedig az is megjelent a sajtóban, hogy állítólag egy világ összeesküvés részei lehettek. Jávor Benedek az új frakcióvezető a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először is hogy érzi magát a székben? Most már talán nem is annyira új, néhány hete van benne. Köszönöm szépen, jól az eddigi időszakban elsősorban a párton belüli viszonyok rendezésére fordítottam az energiáimat. Úgy tűnik, hogy sikerült nyugvó pontra jutni számos kérdésben, és a mai induló parlamenti ülésszakban azzal a lendülettel fogjuk tudni folytatni a munkát, ahol december 23-án a említett parlamenti akcióval neki vágtunk. Akkor mindjárt beszéljünk a számos kérdésről, meg a nyugvó pontról, de hát most ugye, amikor felvetődött ennek a világ összeesküvésnek, háromlábú pucskísérletnek, vagy összehangolt akciónak, akárhogy is nevezzük az elképzelése, akkor nyilván ebben az is benne foglalhatik, hogy az önök akcióra része lehetett egy ilyennek. Önök mennyire voltak összehangolva a diplomatákkal, a világsajtóval, külföldi emberekkel, bárkivel? Hát természetesen Paks mellett egy csőszkunyhóban béka emberekkel egyeztettük ezt a puccsot a magyar kormány ellen, de komolyra fordítva a szót, tehát mi is érdeklődve értesültünk erről a háromlábú hétfejű összeesküvésről, aminek az LMP részes lett volna. Érdeklődve várjuk a további részleteket is arról, hogy milyen összeesküvésben vettünk részt az elmúlt időszakban, de ennél sokkal nagyobb érdeklődéssel várjuk azt, hogy a kormánynak az ilyen árnyékboxolás és mesekönyvekbe illő különböző teóriák helyett van-e válasza azokra a kérdésekre, amelyek az embereket ténylegesen foglalkoztatják, a munkanélküliségre, a gazdaság katasztrofális állapotára, a felsőoktatás szétverésére, mert elmúlt hetekben a kormányfő részéről elsősorban ilyen agyszüleményeknek voltunk a szemtanúi, ahelyett, hogy egy valós kormányzati tevékenységet és kormányzati programot láttunk volna. Most az összeesküvés az nyilván egy pejoratív kifejezés, az viszont kétségkívül igaz, és hogyha úgy veszük, része a természetes politikai életnek, hogy minden párt folytat, ha tetszik, lobby tevékenységet, ha tetszik, kapcsolatépítést külföldön. Ez az LMP esetében mit jelent? Tehát amikor önök együttműködnek akár európai parlamenti pártokkal, akár külföldi szakértőkkel, beszélnek újságírókkal és így tovább, akkor mi az a tevékenység, amit természetes módon folytat a párt? Hát természetesen az LMP tagja az Európai Zöld Pártnak. Tehát tájékoztatjuk az Európai Zöld Pártot a Magyarországon zajló eseményekről. Tehát mondjuk például Daniel Cohn-Bendit, amikor az Európai Parlamentben felszólal és a magyar kormány kritizálja, vagy ha úgy vesszük, része ennek az összeesküvésnek, akkor például önöktől szerzi az információit? Hát igyekszünk eljuttatni minél több információt, már csak azért is, mert a nemzetközi sajtóban valóban előfordul, hogy hát nem teljesen pontos információk látnak napvilágot Magyarországról. Mi arra törekszünk, hogy ellássuk a nemzetközi kapcsolatainkat olyan információkkal, amelyek révén egy kemény, de minden pontján megálló kritikát tudnak a magyar kormánnyal szemben megfogalmazni. Tehát akkor ez nem csak a zöld párt, hanem mondjuk például a sajtóképviselői is? Hát természetesen a sajtóképviselői érdeklődnek az iránt, amit az ellenzék tesz és tervez tenni Magyarországon. Nekik is elmondjuk ugyanazt, amit a hazai sajtóban is elmondunk, ebben semmi titok nincsen. Tehát amit az LMP gondol a magyar demokrácia állapotáról, a magyar kormány tevékenységéről, ezt a parlamentben Orbán Viktornak szemtől szembe is elmondjuk. Elmondjuk a sajtóképviselőnek itthon, és elmondjuk a sajtóképviselőinek a nemzetközi szintéren is. Nem hiszem, hogy ez összeesküvés lenne, ez egész egyszerűen a politikai tevékenység lényege. Azt mondta, hogy sikerült megállapodásra jutni szemtelen kérdésben. Melyek ezek? Született egy olyan határozat az LMP által követendő stratégiáról, ami egy konszenzusos döntésnek mondható. Ennek a lényege, hogy az LMP önálló politikai pólusként készül az elkövetkezendő hónapokban, években. Vagyis nincs ellenzéki kerekasztal, az ellenzéki kerekasztalban nem kívánunk részt venni. Természetesen konkrét ügyekben továbbra is nyitottak vagyunk az együttműködéssel, hogy az eddigiekben is. Például január 2-i közös ellenzéki tüntetéshez hasonló akciókra az LMP továbbra is nyitott. A szolidaritással, civil szervezetekkel kapcsolatban vagyunk, szakszervezetekkel intenzív kapcsolatban vagyunk.
vagyunk. Baloldali pártok szakértőivel való egyeztetésre nyitottak? Ez az ő részükről már felmerült. A parlamenti munkában eddig is volt egyeztetés kapcsolat a szocialista párt képviselőivel és szakértőivel is. Természetesen erre is a jövőben is számítunk, hogy ilyen együttműködések, egyeztetések lesznek. Azt is bejelentette viszont mostanában, hogy egészen más módon fognak a parlamentben ezen túl politizálni, dolgozni, vagyis hogy bizonyos szavazásoknál kivonulnának, mégpedig több ilyen esetet felvázolt. Miről is van szó? Az elmúlt két évben a Fidesz az egész parlamenti munkát, hát részben egy ilyen látszat tevékenységi alakította át, egyfajta bábszínház, ahol érdemi tere a racionális vitának, az értékválasztások egymással szembeállításának nincsen. Egyszerűen erőből a kormány oldal átnyom mindent, ami aznap reggel eszébe jutott. A Fidesz frakció gyakorlatilag gondolkodás nélkül, anélkül, hogy megismerhetné ezeket a javaslatokat, megszavaz mindent. Úgy gondoljuk, hogy ennek így nincs értelme. Az olyan esetekben, amelyek nyilvánvalóan a parlamenti működés minimális feltételeit sem teljesítik, úgy gondoljuk, hogy nem kívánjuk legitimálni ezeket a folyamatokat. Tehát például a decemberben elfogadott házszabálymódosítás alapján lehetővé vált, hogy gyakorlatilag egy nap alatt elfogadjanak egy törvényjavaslatot a parlamentben, kiiktatva az érdemi vitát. Ehhez az LMP nem kíván asszisztálni. A most már szokássá vált, hogy záró szavazás előtti módosítóval, gyakorlatilag a szavazás előtt egy-két órával teljesen más törvényekhez kapcsolódó javaslatokat benyújtanak módosító indítványként, úgy, hogy sem az ellenség, sem az ellenzék, sem a kormánypártok képviselői gyakorlatilag nincsenek abban a helyzetben, hogy megismerhessék érdemben ezeket a javaslatokat. Ehhez a színjátékhoz nem kívánunk asszisztálni. Rendszerré vált, hogy a kormányzati jogalkotási javaslatokat nem a minisztériumok terjesztik be, hanem az egyeztetések elkerülése véget beterjesztetik egy fideszes képviselővel, aki sokszor azt se tudja, hogy mi az, amit beterjesztett. Ehhez a színjátékhoz ugyancsak nem kívánunk asszisztálni. Ez azt jelenti, hogy összességében gyakorlatilag a törvények egy jelentős részének a tárgyalásakor és a szavazáskor nem lesznek ott, nem fogják tudni. Mi azt reméljük, hogy a parlamenti munka konszolidálható. Én ugye egy nyílt levélben fordultam Kövér házelnök úrhoz, és azt kértem tőle, hogy egyszerűen a parlamenti munka minimális feltételeit, mint házelnök biztosítsa. Egyébként tavaly olyan hírek láttak napvilágot, hogy maga Kövér László is kifogásolta azt az elképesztő rohamtempót, ami egy végtelenül rossz színvonalú jogalkotás. Tehát lehetővé, emiatt jönnek vissza a törvények gyakorlatilag az elfogadások után két héttel, hogy azt se tudják, hogy mit írtak benne, önellentmondások vannak a törvényjavaslatokban. Ennek véget kell vetni, ez így nem parlamenti munka, ez egy olyan favágás, aminek az eredményét az emberek fogják meginni, aminek az árát ők fogják megfizetni, olyan rossz minőségű, átgondolatlan jogszabályok formájában, amelyek az ő mindennapi életüket is befolyásolni fogják. Ha jól láttam, hogy milyen törvények vannak most napirenden már a holnapra, akkor például az egyik első, ami egyéni képviselő indítványként kerül a ház elé, az a dohánykereskedelem újra szabályozása, állami monopólium alá vonása például, akkor ezek szerint ezen a vitán önök már nem vesznek részt. Ez a törvény, ugye, vagy az egész dohányzás szabályozás már az őszi ülésszak során elindult, tehát most nem a teljes vitája megy le a törvénynek, de természetesen fel fogjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez tipikusan az a jellegű jogalkotás, ami szerintünk elfogadhatatlan, és ezért az ilyen típusú beterjesztések esetében valóban nem kívánunk érdemben legitimálni. Helyette valamilyen más módon az álláspontjukat meg fogják próbálni megismertetni legalább a természetesen nyilvánossággal megkívánjuk ismertetni az álláspontunkat. Azt is írtam Kövér házelnök úrnak, hogy úgy jönnek be gyakran a törvények, hogy a megfelelő társadalmi egyeztetés nem zajlott le. Egyébként a kormány oldal által 2010 nyarán elfogadott jogalkotási törvény és társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezéseit sem tartják be. Amikor azt látjuk, hogy ilyen módon kerül beterjesztésre egy törvény, mi inkább arra fogunk törekedni, hogy a társadalmi szervezetekkel, szakértői szervezetekkel lefolytassuk azt az egyeztetést, amit a kormány oldal nem folytatott le, és az így beérkezett javaslatokat pedig módosítjuk.
módosító indítványok formájában nyújtsuk be ezeket a törvényjavaslatokhoz. Benyújtják a módosítókat, majd nem lesznek ott, amikor tárgyalják a törvényt. Az általános vitában nem veszünk részt, a módosító indítványokat benyújtjuk, és ezek mellett érvelni fogunk. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad.